Sziasztok! Következő unboxing videónk egy processzor hűtő lesz. Ez egy DeepCool Gammax GT TUF Edition verzió. Elég jól néz ki a doboza, és azért van is súlya. Szóval különböző feliratokat találunk, a legfontosabb Made in China, ugyebár mi már lassan, ami nem Made in China és kínai, az már lassan az a hamis. Ez a hűtő, ez Intel és AMD procikhoz is jó. Intelnél az LG a 2000XXX, LG a 1366 és 1151-et is támogatja. Highgent asztali heteseket, Korei Heat i3, Pentium G, Celeron G-hez is jó. AMD-nél az AM4, AM plusz AM3, AM2 plusz AM2, FM2 plusz FM2, FM1, szinte akkor végül is mindenféle procit támogat. Ryzen-től kezdve A4, A6, A8, A10, A12, most nem sorolom fel, de a Athlon Phenom 2 procikat is. 135x84,8x156 mm. A ventilátor 120 mm-es, tehát 12 centis, a súlya 850 g. 12 voltról megy. Akkor van egy ilyen műszaki rajz róla. Jól nézett, elnézett, meg felülnézett. Hát még most ennyi lenne a dobozban, csak is kinézzük meg. Ja, még itt vannak, hogy RGB fan, RGB cooler. Ez RGB Sync, MB Support, az nem tudom mit jön. Valamilyen izét támogat, gondolom lehet váltani a színét. AMD és Intel, ez is jó és könnyű összeszerelés. Na hát erre kíváncsi vagyok, hogy nem is, hogy könnyen lehet volt összeszerelni, de azért még kiveszem, megnézzük azért közelebbről is. Csak megállítom. Na szóval kinyitottam a dobozt, és akkor ezek voltak benne. Adtak hozzá proci hűtőzsírt, különböző kis kábeleket. Gondolom ez a RGB ventit szabályozni. Hát ezek a különböző felfogatások, hát van hozzá egy leírás. Gondolom itt kell majd kitotózni, hogy melyik procihoz lesz jó. Ez gondolom az AMD, vagy ja nem. Ja, ezt majd a hátuljára kell a háznak. Szóval is külön van a ventilátort, majd külön kell rá felrakni. Nagyon jól néz ki, brutális ez a teteje. Jó, nehéz, hát van súlya. Hát ez olyan 16.000 forint körül volt, azt hiszem. Most pontosan nem tudom zárni, de én úgy emlékszem, 16.000 forint körül volt ez a ventilátor. Hát nem egy gagyiság. Legalábbis elsőre, így reméljük jól is fog teljesíteni, más nincs a dobozban, így nézett ki. Ebbe voltak a kiegészítők. Venti meg, maga itt vannak a hűtő. Maga itt van a hűtő. Nagyon királyság. Ott az ott a tápkábele. Na jó, hát hűtési teljesítményre most nem tudok semmit mondani, mert ezt össze kéne rakni. De reméljük, hogy jó lesz. Mondjuk én ezt nem tudtam, hogy ez ilyen TUF Edition. Az nem volt odaírva, de mindegy, engem nem zavar annyira. Sárga színű. Egyébként van egy, ugye, egy ilyen ID hűtőm, van róla egy unboxing videóm. Most nem tudom, hogy ezzel kompatibilis-e, hogyha átraktám, de nem fogom egyelőre átrakni. Na jó, van, köszönöm, hogy megnéztétek a videóm. Ha tetszenek a videóim, akkor iratkozz fel a csatornám, és nyomj egy lájkot. Sziasztok!